Szeretettel köszöntünk benneteket. Termékbemutató videósorozatunkat folytatjuk, mely nagy népszerűségnek örvendett Szabolcs tanár úr vezetésével az elmúlt időszakban, és itt az a javaslat született, hogy én is csatlakozzak be ezekhez a termékismertető beszélgetésekhez. Mégiscsak kertész oldalról, te vagy jobban otthon. Én ugye a virágkötészeti felhasználásban vagyok kicsit jártas. Na csapjunk is be az első növényünkbe. A legkisebb enyhe tavaszi szellő két hóesés között sokszor kicsalogatja őt akár a hó alól. Ez mutatja azt, hogy a legkisebb hőszegre már reagál. Ezért kérdezlek, hogy mire figyeljünk akkor, ha ilyen ajándékot kapunk, vagy ilyet, vagy mondjuk a kedves vásárló megkérdezi, hogy... Hát ugye, amikor most már kint virágzik a természetben, és kimegyünk, akkor nagyjából látjuk, hogy olyan 0 és olyan 5-6-7 fok között vagyunk, tehát ez lenne a számára a legoptimálisabb. Na most ezt a növényt bevisszük a 20x fokos lakásunkba, akkor értelemszerűen kicsit hősokkot fog kapni. Kettő dolog fog történni, hogyha nem kap elég nedvesség utánpótlást, tehát nem áztatjuk be, vagy nem öntözzük rendszeresen, akkor egész egyszerűen besül a virágzat, és nem fog kinyílni. A másik, hogy nagyon megnyúl mind a levézete, mind a virágzati szár. Ennél talán kicsit látszik is már, hogy jó hosszú szárat növesztett. Ugye magában a természetben ilyen hosszú nem lenne, tehát ez a meleg hatására érhető el. Viszont, hogyha nagyon szeretnénk valamilyen készítményre használni vágott virágként, akkor ilyenkor egy-két szálat lecsípve róla bele tudjuk csempészni. Több faja is létezik, hány faj is? Hát Magyarországon hivatalosan 7 önálló faj létezik, és ennek számtalan fajtája. A szimpla virágú, teltvirágú fajták is. Viszont arra azt tudni kell, hogy mindegyike védett. Tehát itthon bármilyen formában sem gyűjteni, sem felszedni nem szabad. Kizárólag akár hagymaként, vagy cserepesen hajtatottként tudjuk beszerezni őket, hogyha tudnak róla bizonyítványt adni, hogy ez hivatalosan termesztőtől rendelkezik. Tehát nem az, hogy az öreg nénike felszedi az erdőbe és megveszik tőle, tehát vagy kis cetli kell hozzá, vagy pedig eredeti igazolás a kertészetből, vagy virágüzletből, hogy honnan is származik ez a növény. Egyébként a védelemről annyit jó tudni, hogy ennek két oka van. Az egyik az, hogy nagyon könnyen összekeverhető a laikusok számára a tőzikével. A leukóriummal. Egyébként szintén egy védett növény. Ami inkább védelemre szorul. És a másik ok pedig az volt, hogy ahogy a Szabolcs említette, ugye a természetes élőhelyeken hajnövényzetként nagy borítással tud rendelkezni, és ahova a gyűjtők rendszeresen kijártak nőnap, vagy pedig koratavaszi ünnepek alkalmával, hogy hóvirágot értékesítsenek. Ugye mindig a legnagyobb virágúakat igyekeztek begyűjteni. Na most az a növény, aminek a virágját leszedik, termést nem hoz, és előbb-utóbb az állománynak egy ilyen kontraszelekciós hatása valósul meg, azaz mindig az egyre kisebb virágúak maradnak meg, azoknak a hagymája marad a földben, tehát azok érlelnek magot, és összességében a hazai hóvirág állománynak nem tesz jót, hogyha évtizedeken belül kiszelektáljuk a nagyobb és nagyobb virágokat. Hát ilyenkor a virágpiacon, vagy a virágüzletben körülnézve kettő alapfajjal találkozhatunk. Az egyik a kikeleti hóvirág, neki lényegesen kisebb, apró virága van, de talán ő az első, amelyik megjelenik. A másik, ami lényegesen látványosabb, tehát sokkal szélesebb levélzete van, és a virága is jóval nagyobbak, ez pedig a pompás hóvirág. De arra figyelnünk kell, és hogyha bármilyen beültetésbe is tesszük a kis táblácskát, ami jelzi, hogy ez nem egy felszedett, hanem egy termesztésből származó dolog, ezt mindenképpen tegyük mellé, ezzel egyrészt magunkat is védve, hogyha értékesítjük, másrészt, hogyha a kedves jó akarunk meglátja, akkor hát tegyen feljelentést. Ha később elvirágzás után kiültetik a kertbe, akkor legyenek nyugodtak, hogy az őz vagy a nyúl nem fogja bántani. Tehát olyan anyagokat tartalmaz, amit ezek az állatok elkerülnek, biztonságban van a növény. Mert hogy egyébként minden része mérgező. Tehát ezt azért is fontos tudni, hogyha mondjuk asztaldíszként funkcionál, a kisgyereknek ustolja meg, hogy de szép, de aranyos, hanem erre azért figyeljük oda, hogy kis állatoktól, gyerekektől azért elérhetetlen távolságba tegyünk le. És még egy érdekesség, ami viszonylag kevés növény van, ami a diófának az allelopátiás hatását is bírja, hogy azokban a félárnyékos vagy árnyékos területeken, ami egy diófa alatt kialakul, oda kiültetve a hóvirág remekül fogja érezni magát, és remekül díszít, és egy jó nagy borítást tud biztosítani, úgyhogy bátran alkalmazzuk. Még annyi, hogy ez a
félárnyékos dolog az ugye ilyenkor januárban, februárban nem annyira népszerű, tehát amikor még nincs lombja a fának, addig ugye az a napfény, ami van, ami egyébként nem sok, az bőven elegendő neki, viszont a nyári lomborításos területeken nagyon jól nedves környezetben marad a talaj, nem fog kiszáradni a hagyma, és egészen biztos, hogy jövőben szép, erős növényzetet, virágot fog nevelni. A védelem alá kerülés előtt sok kis csokros formában lehetett az utcasarkokon találkozni vele, ma ez már nem fog előfordulni, úgyhogy vélemezhetően cserepes formában kerül forgalomba. Hát ősszel egyébként a kis zacskós hagymás fázióba, a tulipán hagymákkal ezeket is be tudjuk szerezni, és el tudjuk a kertünkbe ültetni. Viszont ugye vágott formában már tiltott minden nemű árusításra, tehát sem importból, sem hazai termesztésből vágottan nem tudjuk használni, csak a hajtott cserepes formátumban tudunk vele találkozni.